Szerezd be a következő játékodat olcsóbban a Nebáról, hiszen nagyon kedvező árakat tudnak nyújtani, akár új, akár régi játékról legyen szó. Link a leírásban. Sziasztok, egy évvékes, nem más, mint a Farmers Dynasty, és ugye legutóbb felújítottuk a házat, hogy a, hogy a gyermeket azért végig csak várjuk már valahogy, ne egy azért ez így mindjárt jobban néz ki. És a következő célunk az mindenképpen a traktor, mert itt is annyira messze, mert 76 ezer dollárunk van. Ugye, ha jól tudom, a paradicsomok már éledeznek, szóval egy egy pár napot, ja nem, itt most még a tökök, de ugyanúgy életeznek, um, szóval egy pár napot skipelünk, aztán jó is lesz. Genet majd te azért szóljál, hogyha úgy jön a baba, jó? Tehát, hogy úgy um, értem én, hogy éppen fő a, 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 a paprikás krumpli, de hogy na, nem, nem muszáj itt a konyhába. Szívesen beviszlek traktorral a kórházba, vagy, vagy bármi. Hát meglátjuk. Jó, ahogy látom, még nagyon hasonló. Még, még nem volt semmi. Megint csak napelem pénzt hozott. Hmm, az, az, az valahogy mérni kellene, hogy mennyi az az annyi. Hát lefotózom, mennyi van a szemkötök. Aha, sárgál virágzik a tök. Ajde, jó, néz ki. Megint hoztak a napelemek. Ugye most megint egy hetet aludtam, szóval nem tudom, hogy ez így most akkor két napi profit, mint ahogy a telnek is két napot esznek ilyenkor. De társadalmi pontból kaptunk egyet. Wow! És dollárból um, kettő, kettő dollárt, sőt, én, áh, de, de csak kettő dollárt, azt hiszem kettő egész valamennyit, de annyira azért nem durva az élet, hát um, jó, lássuk be, ez nem sok, ez a napelem, pont amennyit hoz, tehát hogy... Ja. Oké, okay, it's fine. De hogy így eh, nem is se jobb vinném, akkor túlzásba egyébként se. Tehát, hogy ha ezt, ezt megduplázzuk, akkor már 4 dollárt kapnánk érte. Veszélyesen hangzik, de, de, de na, szerintem kibírjuk anélkül is. És ahogy látom, megvannak a kis tökeink, akkor az viszont azt jelenti, hogy a paradicsomaink is megvannak. Szóval ezeket szépen leszedem, meg a paradicsomokat is. Így most nyilván egy kicsit kisebb lesz a paradicsom termésünk, de Szerintem meg fog érni ez a tök, lett is 240 tök, és van már a tökös külli? Persze, hogy van, ott is van 8 darabot kér. ajándék, ajándék lesz majd az a pénz. Ó, oh, nem, a paradicsom az még nem, nem termett, mármint, hogy még zöld. Akkor a tök az gyorsabb, mint a paradicsom. Oké, okay. el tudja. Hoppa, feltört, 800 fölé. Tökéletes lesz igazából, ettől jobb, úgyse lesz, meg amúgyse lesz, jó szóval... Vihetjük azt is. Hát azért itt annyira sok uh, fordulás kell majd. Nagy pénzreményében inkább mennék többet, de hát ez, 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 három fordulóból meg lesz. Menj is be az utolsó adag. Hát egy figyelj, felmentünk 80 ezer fölé, egy, egy tízest azért összeszedtünk belőle. Ebből rossz az. A 4 ezer paradicsom konzert mehet is, és 36 ezeret kapunk érte úgy, hogy ez csak 4 ezer, tehát a kis, kicsiből nem is arattam. Ez bőven 40 ezer fölött lenne. Wow, egy ősz kezdetén nagyon durvák a, az árak, úgy, úgy mindennek. Szóval lehet, hogy a paradicsomot is megérné, ugye felhalmozni és egyszer eladni ősszel. Ne ne nehéz önuralmat ta tanúsítani, de, de mindenképpen megérné. És így 120 000 dollárunk van, egy jóságos ég. mennyi a trakesz. Hoppá, mi ez a kis stand ide kirakva? Szia! Hát, téged nem nagyon jelzett így a térkép. Késő nyári fesztivál a gazdák számára. Van ilyen. Hát még jó, hogy bejöttem ide, hogy, hogy eladjam a cuccokat. Oh, Vele is lehet üzletelni. És halas recepteket árul. Á, ah, hát ezt kerestük. Hogy most már ezeket is tudjuk, meg egyébként egészen szép kajákat. Nem tudom, hogy vajon többet adott -e volna a... Hát szerintem nem, amúgy. Hát a tökös ér, adna 18-at. Mindjárt megnézzük. Azt a mindenit, ez ilyen köznépi söpregetés. Söpregetés verseny. Húha, jó a buli. kinek kell tök pite, vagy mi az? Itt van. Hello? Ő csak 9 ad a tökér. Micsoda? Hát mindjárt visszaveszem tőle, nem tudom visszavenni. A 54 000 54 ezerét tudnám visszavenni. Wow, na várj, hanyadika van? Szeptember 13, ilyenkor van bent valami fesztivál, és akkor duplázni tudunk a paradicsomon. Pláne, ha az egész évnyi termés megtartjuk. Atya úristen, az ilyen végtelen pénz instant. Pláne, ha még több ö, üvegházunk lesz majd idővel. De várj, szóval hol is a traktor? Á, megtaláltam, itt van, és ő ugye 134 ezer, ami sok, de mondjuk most a mostani helyzetünkhez képest annyira nem sok, de lehetne ez akár 67 ezer is, viszont ahhoz 130 ezer társadalmi pont kellene. Ja, tehát mindig annyi társadalmi pont, mint amennyi az eredeti ára, plusz az árának a fele. Hát erősen messze állunk társadalmi pont attól a szinten, de viszont ez annyira nem probléma, mert attól még már nem kötjük el erre, attól még ez nem romlik meg, attól még ugyanúgy van, és kellenek majd még ehhez kiegészítők is bőven, szóval azoknál ugyanúgy ezt majd el tudjuk költeni, így, hát egy aratás és megvan a traktor. Hehe! Na -he! de akkor megtalálhatjuk a hal ételeket, és megnézhetjük, hogy tudunk csinálni t katalán levest, és különleges halaspitét. Hát igazából a halaspite az egész jó. Mert tojás kell hozzá, tej kell hozzá, és hal, hal kell hozzá mondjuk annyira nem jó, mert a, a az még mindig azért egy ilyen örökké valóság. Ha már itt ilyen brutál árak vannak, elosztom mindent, ami mozdítható otthonról. A halas 48 dollár. Wow! Valószínűleg akkor a másik helyen egyébként 25 lenne, nagyjából. Mert ugye a tojás 16, alma 14, ugye nagyjából a kettes szorzót rakja rá. De akkor ugye ehhez kellett főt tojás, ami ugye 16, meg a tej, az is 16, meg a hal, hát az ugye, azt is ugye bet tudod, nem ez paradicsom szószos, az azt hiszem kell paradicsom is, szóval itt az alapárat kell nézni. 38, ez meg 48. Jó, az a jobb, de ha, annyi halad kifogni, no way. De hát akkor a tojást így 16-os egység árral 7000 éle adjuk ezt a 450 darabot. Alma szószból, hát nem akartam az összeset, de igazából akkor why not. Tejből is, meg, meg abból is, és egy istat 134 ezerünk van, oh my god. Jó, nem akarom ki inkább várunk egy pár hetet, hogy legyen egy aratás. Viszont ugye mézes receptjeink még nincsenek, szóval akkor valószínűleg valamikor máskor is van ilyen fesztivál. Ez a késő nyári, akkor az meg akkor a nyári. Nem tudom, de akkor én ezzel figyelni kell a térképet hetente, és keresni, hogy mikor van a másik fesztivál, mert akkor valószínűleg ott is egy kettes szorzó megy rá a dolgokra. Még itt most össze alapból a cuccuk, és még úgy megy rá a kettes szorzó, szóval egyértelműen szerintem ez lesz a vine. És amúgy a házat is lehetne tovább csinosítgatni, például itt tiszta a régi kerítést újra deszkázni, és utána le is uh, kezelni szépen. Egy füvet is le kéne nyírni, hogy azért legalább ezek a nagy, nagy gazok ne legyenek már. Na, oh, sokkal jobb! Mondjuk, egy kicsit kopasz lett ide. De, de, sokkal jobb, viszont ide még bentre is kell, plusz itt a játszóteret is akkor ugyanígy fel lehet újítani. Jó, hessünk neki. Oh, azért egészen más, hogy néz ki a kis játszótér, most vagy kimerdeim ide engedni a gyereket, itt fog vagy szépen hittázni, még minden jó, valószínűleg még nem egy évesen, de, de utána majd ezt itt be tudja magának így hódítani. A kis kutat is felújítottam, akkor már gazebót is felújítottam, a kutyázat is felújítottam, és ha már annyira vagyok, és ennyi fát hoztam, akkor már csirkeolat is Berakjuk, mert uh, ja, van, van, itt baj. Úristen, tehát hogy -e született a kis tyúkól. Ebből a szegből nem látszik, de zsindei van a tetején, és itt belül is, hát nézd meg, öt csillagos szálloda a csirkéknek. Gyönyörű körbe a kerítés is. Mindjárt megnézzük a zsindejt is. Na, látszik, milyen kis fullos lett. Szépen majd végig még az összes többi épületet is, de, de most, most akkor. Idejöttünk, megyek, aztán alszok egy jó hétig. És itt is az új év, lehet aratni, lehet itt is aratni az üvegházakban, valószínűleg megint akkor ilyen gyérebb lesz a termés, nem tudjuk miért. E, de kettősz az paradicsom jött ebből a kicsiből. Uuuh. Nem baj, ez is elég lesz a traktorhoz. Ezer az lett a végére, borzalmas, ez egy 8900. Végül is elég, de. Nem, 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 egyszerűen. De hát ha megvan, akkor bizony megvan ez 120 000 ér. Nem sokkal kevesebb, de kevesebb. Lehet, hogy pont, hogy a szezon közben meg végén a gépek is drágábbak, ahogy a dolgok is drágábbak, de ilyenkor minden visszadroppol, mert egyébként a repce is volt meg 900 fölött, hát most meg a 790, és az még annyira nem is durvá rossz. Akkor valószínűleg mindenek így változik az ára, hogy úgy drágulnak, hát akkor 120 ezer érvek főleg ajándék, többit mint 200 lóerő, vagy mennyi volt, és... És mind az enyém. Nézzük csak, hogy mennyi a a végsebesség jóval több, ez már csak azért fontos, mert amikor majd most szállítjuk a, a learatott cuccokat, mármint ezt nem most szállítjuk, majd most még csak a silóba szállítjuk, de hát az is valami, akkor ugye hát ez ö, gyorsabb, még ha a kicsivel is kell csinálni, mert hogy ez micsoda? Hát ez valamilyen pótkocsi, de nem tudom, hogy szállító pótkocsi, vagy, vagy trágyaszóró ez szerintem sima a szállító. Mert hogy ez a 32 tonnás kapacitásával eléggé jó lenne. Viszont 19 ezer és van 17 ezerem. Jaj, jaj. Jó, most még ott a kis helyben az Elég lesz a kicsi is. De majd amikor vissza eladni, akkor sokkal fontosabb lesz. Na, erre kijövünk ide a... a Főútra. Ezt ki a padló. Nézzük, hol a vége. 40. 40. Ami azért Sokkal jobb. Tempomat. Az a szépen 36-ra. Nem tudom, még pont 30 de jó az. Nagyon király, azért mennyivel komolyabb most már, mint a másik, jó, hogy 40-es folytás van benne, gondolom azért is van. 40-re belőve ott van a hátuljának is tábla. Mert ugye, ugye most fontosabb lesz, hogy inkább szerszámokat vegyünk hozzá, mint uh, pótkocsit, és inkább akkor azokra gyűjtök, így se nagyon van rá pénz. Egyébként, na várja. Ott nem is volt szerszám, ugye? Ó, oh, de dehogy nincs. Van itt például egy vető, nem egy trágyaszóró, szóró, 16 ezer ér, nem rossz, mondjuk pont az. Az egyik leggyorsabb, így alapból, ez... Talán borona? Nem tudom, ez meg 8000? Micsoda? Még ezt tényleg nem tudom, hogy mi a franc. Ú, ez de széles, talán, talán... Ez is borona... Jó, hát jó lenne, ha odaírná. széles, nagy, meg, meg tudjuk venni. Ez így amúgy nekem elég, akármire is uh, van. Mondjuk ugyebár hát az ekkel lenne a legfontosabb, de az... Gyanítom, drágább mulatság lesz. jó ott van. De szép darab. És nem tudom, hogy egy méretben milyen kategóriák vannak. 28 ezer. Igen. Hát, ha jól látom, a márkákban van különbség hát mondjuk ez is más márka, meg ez is. Szóval e, ez is borona, hogy nem lett minden borona. Ez vetőgép, ez biztos. Uff, itt egy gyönyörű. 15 ezer ér. Hát ezt meg tudnánk venni társadalmi pontból. Viszont legutóbb, amikor ide rávittem az egeret, akkor kiírt, hogy 50 ezer társadalmi pont kell, hogy, eh, hogy lehessen munkást hívni. Gondolom az a minimum, és a fölött engedélyezve van, az alatt meg nem. Szóval nem nagyon kéne bemenni 50 ezer alá, így konkrétan nullán vagyunk. Jó, de akkor egyenlőre most még csak az aratást csinálom meg, utána meg majd később fokozatosan ne veszik hozzá az eszközöket, így annyira nem maxoljuk majd ki idén a, a vetést, de szerintem így is bőven benne lesz kettő vetés, mert azért a paradisom is majd szépen teszi a dolgát. És hát mivel ilyen kis tré van, a másik földemre bekérek egy betakarítást, viszont ne hagyja, betakarítás és eladás csak úgy lehet. Ó, oh, jaj. Hát az akkor nem. De nem. Furcsa Furcsáltam, hogy miért húszszal húzza, és most látom, hogy lehet benne váltani CVT-t. Mit csinál ez a malac? És ha nyomok egy V-t, akkor rárak egy X2-t, tehát egy kettes áttételt rak rá, gondolom. Ez a sima, vagy az x 2 pont, hogy felező. Nem tudom. Milyen esetre meglódult, szóval teljesen jó, mondjuk csak így 33-at megy. Nem tudom, hogy miért. Tehát annyira az nem nehéz az a pótkocsi, de ő tudja. Megvan az aratás, és hát akkor igazából ide így, így, így ledobjuk a traktort, és hát alszunk egy párat, hogy jöjjön a paradicsom. Végre ismét egy normális paradicsom aratás. 46 ezer ér. Wait, mennyit is ér egy? 9 Az elég combos. Úgy néz ki, akkor még az évelején is nagyon jók az árak, és nem csak nagyon jók, gyönyörűek. 46 ezerből kérlek, illetve 60 ezerből, mert összesen annyi. Olyan ekét veszek, mint a világ, szóval uh, már mehetünk is érte. Ah, hát rossz helyre jöttem, viszont ez abúgy is kell majd nekünk 14 ezerért. Akármi is legyen pontosan. Szóval ezt verbe is húzom, és, és hát kipróbáljuk meg ilyenek. Ó, hogy szépen rámegy, mert mit ír? Hát nem ír semmit, viszont ahogy így húzom, ez valószínűleg borona lesz, igen, mert dolgozgatja a földet. Azért megjáratjuk a földön, csinál le valamit? Eee, nem. De amúgy igen, az előkészítés kezdte el, felszántás nélkül. Jó, hát ez széles, széles, dupla olyan széles, mint ami volt. Hát, mondjuk azért nem. Nagyon, nagyon nem. Húha, de hát, hogy orsabban megy majd. Ez viszont azért kétségtelenül. Brutálisabb vagyok, hogy mennyivel szélesebb, azt nem tudjuk, 33 000. ez is drágult, ha ha jól emlékszem. De megveszük ennyiért fel, és csatoljuk az hűz, az, az beszállt, vagy. <laughs> így mit csinált? Na mindegy, nem probléma. Mert igen, azt így látom, hogy akkor a lapátok vannak rajta, mint amikor a régi ekénk így egybe volt. Csak hát az a kérdés, hogy, hogy, hogy szélesebben vannak-e azok rakva, mert ugye? Hát annyira nem erős az a szög, amiben áll. Fordítsd meg az ekét. Micsoda? Y-nal. Ó! Oh, az, az jó, mert uh, nem tudom miért. Lehet, hogy amikor fordulsz a, a végén, akkor ez is fordítod, és akkor pont jól jön ki, vagy nagyobbat tudsz fordulni. Nem kell tolatni. Na mindjárt meglátjuk. amik én körkörösen szoktam, szóval így... Ja. <coughs> Ott a kicsi oda bevágva. Hát uh, igen, azért... Ez, ez dupla. Amint <coughs> egy kis műanyag játéktraktor lenne emellett. <laughs> Leengedjük az ekét, megindulunk és megy 12-t. Leresszük ezt is. Mehetünk. Mennyit megy? 16-ot? És közben dupla akkorát fog. Na jó, azért erre már azt lehet mondani, hogy haladós. Hát sajnos akármit veszel, ez nem varázsítésű lesz kész még így sem, de, de azért sokkal élhetőbb. Viszont én arra gondoltam, hogy a másik földre jöjjön a barátunk. Csak hogy ezért mégis csak haladósabb legyen a dolog. És uh, azért, igen, mindjárt megnézzünk egy ilyen fordulást. Oké, okay, szóval ha mondjuk azt mondom, hogy nem állít a combine, és egy ilyen fordulok meg, amit nem tudok megtenni. Ha mondjuk akkor is túl nagy. Akkor egy kis helyezgetés. Hát figyelj, most, hogy még forgassam, nem tudom. Max, hogyha a föld szélén ott van valami fa, és akkor nem férsz hozzá, vagy mit tudom én, akkor esetleg úgy praktikus lehet, de amúgy nem nagyon használnám, mert úgy állsz neki a földnek, ahogy áll az eke, szóval. Ja, meg úgy nagyjából azért mögöttünk húz. Mennyivel kisebbnek szűnik azért így ez a föld? Nagyon durva. Mire találjak? Hát én mire elkezdtem már. Lassan felénél tartunk. Ja, 40 századék. Nem forgolódtam volna, már 50 lenne. Meg is vagyok, és hát ő még csak tötyörög a másik oldalon. Hány százaléknál tartasz, kis barátom? 48. Jó, azért mondjuk ő se panaszkodott annyira. De, na, azért már is csak készen vagyunk. De akkor ha egyszerre kezdjük, egyszerre végzünk. Ami egyébként feltűnt, hogy a fordulási szöge az, az egészen borzalmas szegénynek. Nem itt, annyira nagy probléma lenne vele, de Azért, azért durva, hogy ennyi különbség van. Nézzük csak azt a kis boronát. Itt leengedjük. Tempomat 12-t megy. Maximumát, át. 14-et tempomat nélkül. Ekkével is ment volna 14-et. Oh. Oké, okay. hát az érdekes. És akkor nézzük ezt. Azért nagyobb bacskát fog, húha. Mi van ezzel? Húzzad, barátom. Hát igen, de azért. Nagyon minimálisan fog nagyobbat, és valami nagyon furán mozog a segély, így, így, driftel a traktor konkrétan. Nem tudom, mi van vele. De ugyanúgy 14. Mondjuk az előbb meg is lepődtem a, az ekénél, mert azóta um, láttam egy olyan kommentet, hogy, hogy hiába van erősebb traktorod, nem megy gyorsabban, mert ezeket megfelelő sebességgel kell csinálni. Ha, ha, ha gyorsabban mész, akkor egyszerűen nem fogja úgy boronálni a földet. Nem tudom, hogy van-e gyors borona, vagy mit tudom, tehát ezt is csak egy kommentben láttam, de én tökre úgy emlékeztem, hogy Farming Simulatorban annó gyorsabban ment a gyorsabb, az erősebb traktor az ekkével, aztán meg lehet, hogy ő csak simán nem érte el eleve azt a sebességet, amivel mehetett volna, mert ugye gyengébb volt. Nem tudom, de ez, 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 értem, hogy leengedi, de hogy ez nem kell letúrni a földbe. Hát, az érdekes, így dobálja magát. Lehet, nem teljesen erre a traktorra van. Nem teljesen kompatibilis. Ekkéből mondjuk többet nem láttam. De lehetséges, hogy például Boronából van többféle. akkor ennyi erővel igazán lehetne még szélesebb bőven. Hát, na mindegy. Ez is megvan, közben ott végzett a szántással. Hát azért jó gyorsan, jó gyorsan csapatom én itt a másik oldalon. És akkor most jöhet a trágyázás. Ugye kétféle trágyázásunk is lesz. Egy a, egy a bociktól, egy pedig a műtrágyával. A műtrágyás szórót azt már ugye tudjuk hol van. Nem biztos, hogy maradt még rá pénzem. 12 ezer, azt hiszem pont 14. Ó, oh, 19 ezer. Ráadásul. Jó, hát akkor megint kell egy paradicsomos kör. A simentállogd, apa! Micsoda! Eltűnt a hasa a jánynak. Várjál már! Szerintem átaludtam valami fontosat az elmúlt egy hétben. Uh, hol a gyerek szóval? Hol a gyerek? Hol vagy fiam? Vagy Na? É Ott a kis ágyba! Úristen de creepy! Hát uh, ő így... Timi! Timi a kis, a kis a fiú, akkor egészen valószínűleg. Timi jó, vagy élsz, még olyan furán nézed a plafont. És ahhoz képest, hogy egyetes vagy maximum, nem mondom, egészen, egészen kifejlett vagy. Itt szolidan magára van hagyva. Nincsen, nincsen nagyon túrajongva a dolog. Itt, itt, van már ugye az ágya, ahova majd egy napon szépen átköltözik, de várjál már, tehát hogy... Ez ott a gyerekszoba 1. Akkor ő most mi? nem itt van? Vagy akkor melyik a gyerekszoba kettő? Szem... Nem, nem teljesen értem. Akkor rosszat újítottunk föl. Csak felújítom, akkor már másikat is érted. Új bútorokat vásároltál fürdőszoba. Csak beléptem a menübe. Jó, van, akkor van egy új fürdőszobánk is. Nagyszerű. Mennyi volt az? 800. Nem baj. Második gyerekszoba. Azt is megvesszük. Na. Mi újság van? Ó, oh, ott is van, akkor tényleg ez a gyerekszoba kettő, a gyerek azóta is ugyanúgy fekszik, Janet kint kapál, Az én nem mondom, tehát hogy sokan megköszönnének egy ilyen nyugodt gyereket, szevasz! Úristen, mi nincs egy jobb füled? Ja, vagy csak úgy fekszel, hogy jó, mindegy, reméljük, hogy minden rendben van vele, meg ilyenek, de hát csak van volna Janet, hogyha nem. Vele nem tudok kapcsolatot ápolni, hogy nem tudom, kiviszem, megmutatom, hogy kell disztokot ganyézni, vagy valami, a repülőset játszani. Na mindegy, figyelj, TV, nagyon jó kis izéd van äh, szobád Igaz, hogy majd a tesónak a szobáján keresztül kell bejárnod a fürdőszobába Ha nagyobb lesz, -e, meg ilyenek, meg ha lesz tesód De egyébként odafigyelj, hát Mi csoda olyan aerodinamikus Tízzer dollár csak azért, mert vannak benne mindenféle göröngyök, tök jó Oké, okay, hát de reméljük, akkor csenet A kis porontyra vigyázz, meg meg meg, ilyenek hát, Mi dolgozunk. de Janet. Te, jó vagy, mert minden. Második. vagy <laughs> még is később? Valamit esetleg, amit tudunk beszélni, thing? valamire van -e szükséged? Not Semmi. Ja van. De nem nagyon, nem nagyon beszél téma, hogy lett egy gyerekünk igazából. szóra sem érdemes. E, igaza is van. Csak lazába. Egy héttel később a gyerek ugyanúgy fekszik. <laughs> Biztos minden rendben van. Még egy adag paradicsom mehet, ez már csak 43 ezer mondjuk, ez nem sokat esett vissza. Köszönöm szépen. Na akkor mit egy a szóró 17 ezerére. A kis rá a szóró ugye ekkorát húz, és 23-mal a nagyot bekapcsoljuk, és... Ja, hogy odáig ki szóra, várják! Ezért húztam egy csíkot visszafele és Jézusom! Hát ez, ez, ez a szor kettő. Hát ez háromszor megyek oda-vissza, az meg vagyunk. És <laughs> ráadásul, hogy belefér három, szá, három kilo, jó, három tonna. E nyilván azt azért ki kifele rendesen, de hát, ja. nem kell túl sűrűn így feltölteni. Hát erre nem nagyon kell majd be felvenni emberkét a másik földre sem. És 36-tal megy egyébként, szóval még ebben is azért egy egészen durva előrelépés, dupla olyan széles, dupla olyan gyors. Azt hiszem, ez szemezzel így meg lehet elégedni. Sőt, ha padlót nyomok neki, akkor 43. Konkrétan a végsebessége. Nincsen semmilyen limit. Hú. Ja, nagyon tetszik. Most már csak be kell találnunk a másik trágya szórót. Á, szerintem ez lesz az. Jó nagy tartály hátul, jó nagy locsoló. Hát ez hogy oszlatja szét, ezt így nem nagyon látom. Van itt egy ilyen is, de vár, ez mi? Mert, mert lehet, hogy ez is műtrágya, a szóró, csak ez valami... Ez is műtrágya, a szóró, csak még nagyobb. Hát... Uh... szerintem annyira nem... Nem szükséges. Tehát, hogy ez a föld ez tökéletes. De majd, de majd egyszer megveszük ezt is. Nem elsődleges. Uh... Megvettem. Jaj, már megint csak a menüt akartam megnyitni, de ez egyből megvette. Semmi baj! Why not? Igaz, hogy így most már nem lesz pénzem a másikra, mert ezt gondolom meg... Uh... 53 ezer dollár. Úristen. Folyékony trágya szóró, igen, ez kell nekünk. 18 ezer liter fér bele. Oh, 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 gyönyörű. és ezt talán itt elől. Itt van a, 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 a pumpa, és itt szórja ki felé. De kell még egy paradicsom. Amúgy se lett volna rá valószínűleg pénzünk, igen. Szóval ez vigasztaljon. Ja, mondjuk azért ez a traktor mérethez, ez erősen komolyabban vehető. Hogyha így méreteket nézzük, abban Mennyi is fér bele? Ezt hogy meg tudjuk, hogyha beletöltünk valamennyit. Hát igen, ez konkrétan nagyobb, mint a traktorunk. <laughs> Mi az a kerék, te jóságos ég. Pedig az egyéb se se piskóta. Beledobunk egy tonnát, az mennyire volt elég? 12%-ra. Szóval nagyjából 9 tonna fér bele. Úristen, hát igen. Ele vagy azzal. Jó, akkor mindjárt ez betrágyázzuk vele, csak csórikám végezzem. Ugye ebbe elméletileg mehetne Fertex is, ami már a műtrágya és a sima a keveréket, tehát mind a kettőt felvinni 100 re és hát eléggé gyorsan. Szóval, de drágább nyilván, mint hogyha a kettőt külön megvennéd, nem hogy így, hogy a bocik nekünk termelik, szóval nem túl megérős, de mondjuk amúgy se lenne egy túl nagy költség, szóval. hát. Felkészülni, megindulunk, hát ez ugyanakkora. hm. Mindjárt megnézzük. De nekem ugyanakkor elnek tűnik. igen, hát onnantól kezdve, hogy a kiömlő nyílás az nagyjából ugyanakkora. Meg is rááll Sőt, ez nagyobb. Ez ezt így nehéz lenne megmondani. Még annyira mégsem, várjál csak. Próbálom a közepét belőni, ráküldöm. Á, nem, ugyanakkor jó. De igazából Na érdekes, akkor ott tényleg csak a tartály miatt olyan bazin egy állat, viszont abból jó, hogyha mondjuk mit tudom, én már több förde, földed van feltöltött jók Fertekszel, és akkor körbecsapod az összes földeden, és, és mindegyiket így egy körből betrágyázod, nem kell hazarangászni. Szóval, hasznos. Cseret, délután egy óra van. Értem, hogy nagyon fontos kikapálni a a virágokat, meg minden. De hogy, eh, ti mit nem kéne néha így kihozni a levegőre? Csoró gyerek egész nap ideben fekszik, nem csinál semmit. Csak hogy így érted, kapjon már egy kis friss levegőt, ne hervadjon el, meg ilyenek. Te tudod, ott az újabb adag paradicsom, ez már csak darabja hét ér. Ó, oh, jaj. Elég lesz az így. 42 ezer. Nagyon jó. Viszont az feltűnt, hogy a társadalmi pontom hogy lett 11 ezer. Csak azt nem mondta, hogy a másik pótot társadalmi pontra vettem meg. Jaj, Istenem. Hát akkor most hogy fogok felbérelni bárkit? is, ott írja, 50 ezer kell, hogy munkást felvegye. És nem is azért, mert utána abból költesz, hanem egész egyszerűen csak az a limit, az alatt nem tudsz. Hát ez innentől kezdve az eléggé nagy rip. Egy küldetéssel be tudunk húzni két 300-400, tehát akkor most sokat mondok. Ezt visszaformolni, úristen. Oké, okay, ez még jövő Dávid problémája. Most a lényeg, hogy megvan a, a, a szar És egyébként el is tudjuk ezeket adni, szóval, hogyha valamit mondjuk fajírba megvettem, mondjuk azt a... Rágy a szóró, de na, most már nem adom el fél áron, vagy negyed áron. mert is szépen tele, hát ez el fog tartani egy darabig, és ott is van egy 18 tonna tehénkaka, és beszórhatjuk is szét itt, kapcsolá. oh, ú de jó vagy, jó, ide nagyon jó, hát ez a kis pótkocsi az képest, ez, ez, ez mi? Azt hittem csak egy irányba fogja majd csapatni, mert egy irányba állt a cső, meg főleg, hogy hátul nyomja, ahol nincs is cső, mindegy, engedjük el, nem is ez a lényeg. Ja, de az főfele, föntebb van a cső, csak nem ott alul, ahol egyébként nyomja, semmi probléma. gondolom azért fogyik is belőle rendesen, már egy, már egy 16 tonnánál járunk. De hogy ez így, ja, ez így nagyon szép. Kicsikét áspiccel a másikra is már valószínűleg, de az nem baj. Hát itt szinte meg lesz a 100%. Az, azon nem kell aggódni. És ott is van 100%. Gyönyörű! Mehetünk át a másikra, lementünk. Hát egyébként annyi fogyott, amennyit szokott. Sőt, eddig 6 tonnából uh, nyomtuk tele, sőt 7 és akkor se volt túl 100%-os. Hát ahhoz képest ez még előrelépés is. Vagy igazából, gondolom azért jobban terül. Meg most tempomatta megyek. Uh, lehet, azt az én 42-vel is. Csak győzzek úgy kanyarodni Összenyemik akkor azért, hogy kevesebb, mert gyorsabban megyek És ugye, itt nem az alapján fogy, hogy mennyi kerül ki a földre Hanem, hogy mennyi folyik így kifele És ott is a 100% Hát egy 10 tonnából se meg lett a 200 ra Jó, van, jó, van. Maradhat, megtartjuk. Már csak hatos a paradicsom ára, borzalom, de szerencsére a vetőgéphez ez is elég lesz. És bizony borsót fogunk vetni. Megnézzük, mert hogy az ára az mindig nagyon hívogató. 1000 dollár föl is ki szokott menni. És akkor bizony itt van, ez is gyönyörű, szép, széles, és ugye 12 ezerért már még kis. Ott a másik vetőgép, hát azért nem egy dupla szélesség, de mindenképpen szélesebb. Nézzük, hogy mennyit megy vele. És ez is 16-ot, jól gondoltam. Akkor igazából csak a trágyázás ilyen, ilyen nagyon vad menet. A többinél az a 14-es, 16-os tempó, ez az ennyi. És ott is volt telibe tolva borsóval. A másik oldalt ezt hogy most nem bántanám, mert elment az idő, július vége van. Nehogy itt lemaradjunk repcevetéséről, szóval azt inkább üresen hagyom, és majd a fixon a repce az bemessen, mert nem tudjuk, hogy a borsó mennyi idő alatt fog kibújni a földből. De ez a vető is teljesen király. Hát akkor így meg vagyunk, az új traktor, és megvan hozzá minden, ami, ami kell, majd még a pótkocsit az kell igazából. Hát meg majd még egy kombány, de az még a jövő zenéje, még nem is perek belegondolni, ez mennyibe fog fájni. Ez hát az ez annyira azért nem is fontos, mert tényleg az aratás az egy nagyon kis része. Úgymond a, a, a munkának Hát nagyon menő ez a traktor Valamelyik részen nagyot lépett előre Valamelyik részen kisebbet, de összességében Nagyon megérte, és ide folytatjuk Legközelebb tovább, szerintem majd az üvegházakra Kicsikét koncentrálok Mert ott azért még lenne mit kihozni A dologból, hogyha várjátok És tetszett ez a rész, és akkor mindenképpen dobjátok rá egy like-ot És amíg nem tettétek volna, még iratkozatok fel Hogy csatlakozzatok a csapatba Na sziasztok!